Megkezdődött a Bagolyvári úti parkolóház építése. A munkálatok szeptemberig tartanak. Az elkészült épület nem segíti a belvárosi forgalom rendezését, vélte mai sajtótájékoztatóján Gersmár Ferenc önkormányzati képviselő. Az LMP-s politikus szerint az igazi megoldás a P+R parkolók kialakítása lenne. Dolgoznak a munkagépek, bontják az aszfaltot, szállítják a törmeléket. Javában dolgoznak a belvárosi parkolóház alapjain a kivitelezők. A helyszín közelében tartott sajtótájékoztatóján az LMP-s politikus továbbra is aggályosnak nevezte a beruházást. Véleményem szerint sem a terület beépítettségét érintően, sem pedig a belváros eddig is túlzsúfolt forgalmát illetően nem indokolható. Vélhetően ezt a városvezetés is most már látja, ugyanakkor azért ragaszkodik a megvalósításához, mert ez a belváros rehabilitáció egyik projekteleme, és ha ez nem valósulna meg, az veszélyeztethetné az egész belváros rehabilitáció finanszírozását. A zöld elvek jegyében tevékenykedő párt javaslata évek óta az, hogy P+R parkolókat kellene kialakítani a megyeszékhelyen. Vizsgálni kellene, hogy hol lehetne Veszprémben megvalósítani ezeket a P+R parkolókat, ami azt jelenti, hogy olyan parkolóhelyeket kellene kialakítani, amelyek tömegközlekedési csomópontoknál helyezkednek el, így a városba érkezők lejárhatják az autóikat, és a közösségi közlekedést vehetik igénybe. Ezeken a csomópontokon a kerékpárok bérlése is megoldás lehet a belváros autós zsúfoltságának csökkentésére.